köszöntöm kedves nézőinket. Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják, és a mai témánk azt hiszem, hogy abszolút aktuális, egyrészt az időszaknak megfelelő, hiszen most lépünk a tavaszba, másrészt pedig már elég sokat mérgelődhettünk a Covid miatt, úgyhogy a tavaszi nagytakarítás és a méregtelenítés a mai műsorunknak a fő témája, illetve ami ezzel ugye kézen fogva jár, nem lehet elkülöníteni a méregtelenítést, a szervezetnek a tavaszi nagytakarítását és az immunrendszernek az erősítését. Hiszen ez a legfontosabb. Itt vagyunk a tavaszban, a nyomelem, ásványi anyag és vitamin raktáraink azok gyakorlatilag kiürülőben vannak. Viszont van egy nagyon-nagyon jó barátunk, ami nagyon fontos nekünk az őseink hite szerint is, és hát természetesen a szervezetünknek is, a napsütés, ami a nélkülözhetetlen D-vitamin előállítást biztosítja a szervezetünk számára. Tehát igyekezzünk, amikor csak lehet, minél több időt tölteni, persze fokozatosan a napon, hogy a szervezetünk minél több D-vitamint tudjon előállítani. Természetesen ezt lehet pótolni másként is, hiszen ma már nagyon sok D-vitamin készítményt lehet kapni. Nagyon fontos, hogy a D-vitaminnal együtt a K-vitamin is meglegyen, mert akkor tud tökéletesen beépülni a szervezetünkbe. És amikor ez megvan, akkor természetesen az immunrendszerünk az egyre erősebbé fog válni. De nem csak erre van szükségünk, hanem valóban fontos, hogy ki tudjuk üríteni a felhalmozódott méreganyagokat, mert ahogyan csökken az ásványanyag nyomelemtartalom a szervezetünkben, és ahogy az immunrendszerünk azért az évszaknak megfelelően és a sok stressznek, amit biztosítanak nekünk a fősodratú médiák, a folyamatos tájékoztatással, ami nagyon sok emberben félelmet kelthet. Egyrészt a félelem az immunrendszerünket a leggyorsabban rombolja. Tehát ez az a rezgés, ami a leggyorsabban gyengíti le a szervezetünket és a szervezetünknek az ellenálló képességét. Tehát nagyon fontos, hogy ne féljünk, tudom, ezt nagyon könnyű mondani, de erre van egy nagyon jó példa Vas Albertnek a Hagyaték című könyvében lehet olvasni, ami nekem és a tanítványaimnak gyakorlatilag a Bibliánk, ami tökéletesen leírja, hogy a sötétség az nem létezik. Pontosan olyan, mint a félelem. Csak az emberi elmében létezik, az ember találta ki magának. A bátorság az, ami létezik, illetve a világosság. Hiszen, ha egy világos helyen kinyitok egy sötét dobozt, akkor nem lesz sötétebb. De ha egy sötét helyen meggyújtok csak egy gyertyát, vagy egy szál gyufát, akkor világosabb lesz. Tehát a sötétség az nem más, mint a fény hiánya, azaz a félelem az nem más, mint a bátorságnak a hiánya. Persze a bátorság az nem összekeverendő a vakmerőséggel és a meggondolatlansággal. Keskeny a mesdje, de van, és ezt meg is lehet tartani. Tehát fontos, hogy elkezdjük méregteleníteni a szervezetünket. Ehhez az egyik legfontosabb, hogy szüntessük meg a felesleges méreganyagoknak a bevitelét. Ne fogyasszunk szénsavas, cukros üdítőket, ne fogyasszunk magas cukortartalmú ételeket, illetve újra feldolgozott szénhidrátokat. Ide tartoznak a péksütemények, és ma, amikor ugye nagyon sokan otthon végzik a munkájukat, sőt, az iskolások is otthon vannak, sokkal egyrészt nehezebb, másrészt meg könnyebb megoldani, hogy egészséges tápanyaghoz jussunk. Itt mindig a ráfordított idő a kérdéses, mert ugye sokkal egyszerűbb megvenni a boltba mondjuk egy péksüteményt, csak ne felejtsük el, hogy abban annyi szénhidrát van, ami gyakorlatilag egy darab süteményben van, annyi, ráadásul rossz szénhidrát, tehát ami kifejezetten károsítja a szervezetünket, növeli a szervezetünknek a savasságát is, ráadásul táplálja a szervezetünkben
a baktériumokat, illetve a kandida gombát és a különböző gombaféléket, és állandó hiányérzetet okoz. Agyunkban a cukor által kifejtett hatás ugyanolyan, mint a drognak a hatása, csak sokkal nehezebb letenni. De hát mi magyar emberek ennek a kihívásnak is meg tudunk felelni, hogyha akarunk. Ugye itt mindig a cél a kérdés, tehát soha nem a hogyan, hanem a hova a kérdés, mert ha eldöntjük, hogy hova szeretnénk eljutni, akkor a hogyant azt a Teremtő Isten hozzárendeli nekünk. Tehát kerüljük a szénhidrátokat, a nem egészséges szénhidrátokat, a növényi úton bevitt szénhidráttal semmi baj. Tehát zöld salátából, gyümölcsökből, zöldségekből annyit fogyaszthatunk, amennyit csak akarunk, a szervezetünk meg tud birkózni vele, de az ilyen péksüteményekkel, cukrokkal, nasolnivalókkal nagyon-nagyon tudjuk bántani a mi testünket, bántani a mi szervezetünket, ami még további szénhidrát fogyasztásra fogja sarkalni a szervezetünket, az agyunkat, kialakul egy ilyen szénhidrát éhség, és van ennek egy másik mellékhatása, mert egyre nagyobb lustaságra fog késztetni minket. És minél kevesebbet mozgunk, és minél több újra feldolgozott szénhidrátot, finomított szénhidrátokat fogunk enni, akkor annál biztosabb a megbetegedés, ez csak idők kérdése. És a túlsúly az nem betegség. Az egy plusz ajándék a nem mozgásarányos táplálkozáshoz. És a másik ugye, amivel tudjuk serkenteni a méregtelenítést, az az, hogy valamilyen rendszeres mozgásba kezdünk. Tudom, nincsenek nyitva edzőtermek, illetve csak nagyon kevés, és ott is csak élsportolók vagy hivatásos sportolók vehetnek részt. Ki lehet menni a térre, ugyancsak maszkban, de ki lehet menni, lehet sétálni. Az is egy nagyon-nagyon jó dolog. A lényeg az, hogy ne hagyjuk el magunkat, zárjuk ki a félelmeket az életünkből. Nézzük meg, hogy eddig mi mindenen mentünk keresztül. Mi mindent oldottunk meg, mi mindent hoztunk létre, és ez erőt fog adni ahhoz, hogy bátorságot merítsünk, és félretegyük a félelmeket, amik folyamatosan gyengítik az immunrendszerünket, és az élethez való hozzáállásunkat. Pedig ez nagyon fontos, mert nagyon sok tennivalónk van, nagyon sok dolgunk van. A mi népünk az nem arra hivatott, hogy rettegésbe élje azt az életét, hanem pontosan arra, hogy bátorságba és hogy példát mutassunk más népeknek is. Ehhez viszont otthon, egy emberként és a családban kell elkezdenünk a változásokat, tehát nagyon fontos a mozgás, nagyon fontos a méregtelenítés alapja, hogy a felesleges méreganyagokat ne vigyük be a szervezetünkbe. Ha lehet, csökkentsük a tejtermékeknek a fogyasztását, hiszen azok sem feltétlenül segítik az immunrendszerünket, viszont amivel tudjuk az immunrendszerünket serkenteni, én mindig a legalapvetőbb dolgokat szeretem, ami a legkevésbé költséges, amit otthon is meg tudunk csinálni, hiszen a nagyanyáink és a dédanyáink is a házi patikával oldották meg, és abban, amit a természet adott az immunrendszernek az erősítését, és ha ők ezt nem jól csinálták volna, pedig akkor nem voltak ilyen extrém étrendkiegészítők, sem MLM, sem más rendszerekben, hanem egyszerűen szájról szájra terjedt, nagymamáról, lányáról, unokájára, és mégis fent maradtunk. Tehát valamit jól csináltak, ezek nélkül, a rendszerek nélkül is. Mégpedig ezek az immunrendszer erősítők, ki ne hallott volna már az orosz penicillinről. Bár lehet, hogy így kevesen ismerik, a második világháborúban a német katonák azok penicillint, injekciót kaptak, és viszonylag jó volt az étrendjük, tehát igyekezett gondoskodni róluk a hadsereg, kaptak húsokat, füstölt húst, kenyeret, tehát igyekeztek a sok konzervvel együtt, de viszonylag változatos étrendet biztosítani. Az étrendjük nagyon gyakran csak egy-egy szem krumpli volt egy nap, amellett nagyon nagy teljesítményt kellett leadniuk. Viszont
minden orosz katonának, vagyis akkor szovjet katonának, már majdnem elfelejtettem, fontos volt elfogyasztani a tisztje előtt 3 gerezd fokhagymát. Ezért nevezzük mi a fokhagymát orosz penicillinnek, ezért kapta ezt a nevet, mert az orosz katonáknak annak ellenére, hogy ilyen gyenge minőségű táplálékot kaptak, viszont fokhagymát kaptak, és ez egy nagyon fontos, mert nagyon sok ember kényelmi szempontból fokhagyma kivonatokat szokott fogyasztani, különböző kapszulákat. Az is nagyon jó, de messze nem olyan hatásos, mint amikor a fokhagymát összerágjuk, és összekeveredik a saját nyelvünkkel. Hogyha elvágunk egy fokhagyma gerezdet keresztbe, akkor láthatjuk nagyon jó, hogy van egy belső zöld része, körülötte van egy ilyen vajszínű, szürkés rész, és azon kívül pedig van egy fehér rész. És ez a kulcs, hogyha ezt a 3 réteget összerágjuk, összekeveredik a nyálunkkal, és bekerül a szervezetünkbe, az emésztőrendszerünkbe, akkor ez egy csodálatos baktérium és vírusölő. Tehát több mint 25 féle vírust és több mint 200 féle baktériumot tud elpusztítani a fokhagyma. Viszont itt megint csak van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem a kínai import fokhagymáról, vagy a spanyol import fokhagymáról beszélek, nem összekeverendő a magyar termelői fokhagymával. És még itt is tessenek szívesek lenni, figyelmet fordítani rá, mert nagyon sok olyan hely van ma már Magyarországon, ahol szép magyar trikolorral, piros-fehér-zöld címkével van ellátva a Magyarországon csomagolt kínai vagy spanyol vagy más országból származó fokhagyma. Tehát ne elégedjünk meg avval, hogy rajta van, hogy Magyarországon lett csomagolva, hanem nézzük meg, hogy hol termelték. De a legbiztosabb az, hogyha van egy termelő ismerősünk, és tőle vásároljuk. Egyrészt akkor biztosan egy magyar családot támogatunk, ami magyar forintunkkal, ami megint csak egy nagyon fontos dolog, hogy a gazdaságunk az valóban tudjon erősödni, és ne inekcióra, meg kiszolgáltatottságra legyen szükség egy magyar gazdának, hanem a magyar vásárlóra van szüksége. Hogyha van magyar vásárlója egy magyar termelőnek, egy magyar gazdának, akkor nincs szüksége valójában támogatásra. Ne hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogy jó nekünk, hogyha már van sok száz éves bevált módszerünk. A régiek is így tették, hogy amit csak lehetett, itthon vásárolta meg. Azért érte meg itthon megvenni, még ha drágább is, mert egy magyar embert támogattak a magyar forintjukkal, vagy a magyar fizetőeszközükkel. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ráadásul a szervezetünk akkor tökéletesen le tudja bontani. Hiszen ki ne tudná, hogy minden zöldségben, gyümölcsben, ételben, a benne lévő tápanyagoknak van egy fizikai háttere, és van egy rezgése. És ami a születési helyünkhöz képest 350 kilométeres sugarú körön belülről származik étel, az tud a mi szervezetünkben tökéletes hatást kifejteni, nem csak ásványi anyag és nyomelem vitamin szinten, hanem a rezgés szintjén is. Hiába hoznak nekünk ide Egyiptomból egy paprikát, az nem tudja a szervezetünkbe azt a hatást elérni, mint amit mondjuk Kalocsáról hoznak, vagy pedig Cecéről, vagy pedig Szegedről hoznak nekünk. Soha nem lesz ugyanaz a hatásfok. Hiába olcsóbb, nem éri meg. Mert nem hogy használna a szervezetünknek, hanem nagyon sok esetben, mint az elmúlt években bebizonyosodott, még ártani is szokott. A másik nagyon jó immunrendszerrel erősítő, és még afrodiziákum is, például a fahéj. Emellett itt van a torma szezon, tehát most újra lehet a tormát szedni, igazából egész esztendőbe, de hát ilyenkor aztán új erőre kap, tele van energiával, és hihetetlenül jó hatással van a nyálkahártyáinkra, és az emésztőrendszerünkre, de alapvetően az immunrendszerünkre. A másik ilyen nagyon jó immunrendszer erősítő, amit lehet teaként is, fűszerként is, nyersen is fogyasztani, kis mennyiségben,
de ha lehet, akkor napi szinten, de legalább egy héten kétszer-háromszor ajánlott. A gyömbér, ami ma már mindenhol elérhető, otthon is tudjuk cserében is szaporítani, tehát nem egy ördöngős dolog, és hihetetlenül jó hatással van a szervezetünkre. Ugyanilyen a hagyma, tehát most már itt van az új hagymának az ideje, de akinek van egy icipici kertje, de balkonládába is megnő egyébként a finom makói hagyma, vagy mindenképpen magyar dukhagymából készült hagyma, de akár a tavalyi hagymát is fogyaszthatjuk, a vörös hagymát, hiszen nagyon jó immunerősítő, de ügyeljünk rá, hogy ne külföldről behozott hagymát fogyasszunk, hiszen Magyarországon nagyon sok termelő várja, hogy egyre nagyobb piaca legyen az ő termékének. Ez csak úgy tud létrejönni, hogyha a fogyasztók pedig odafigyelnek arra, hogy a magyar termelőket segítsék a fogyasztással. Az, hogy a kínálatban a legtöbb áruház láncban külföldi szerepel, az mindig a fogyasztó határozza meg, hiszen a kínálatot a kereslet határozza meg. Ha megelégszünk az idegen országok által termelt vacakkal, akkor azt fogják hozni. De ha azt ott hagyjuk a polcon, és kihangsúlyozzuk, hogy csak magyart vásárolunk, akkor a kereskedők arra fognak törekedni, hogy magyar terméket hozzon, mert tudja, hogy akkor nincs eladás. Tehát ez rajtunk múlik. Nem azon múlik a kínálat, hogy mi van odarakva, hanem azon, hogy mi mit vásárolunk meg, mert nekik az érdekük a profit, és azt fogják hozni, amit el tudnak adni. De rajtunk múlik fogyasztókon, embereken, hogy mit vásárolunk meg. Hogy egy picit gondolunk-e a magyar termelőkre, amikor vásárolunk, vagy csak a saját pénztárcánkra, de ne felejtsük el, hogy abból minden forint, amit külföldi embernek adunk, az kivándorol külföldre. Amit viszont idehaza a magyar termelőknek adunk, az mind itt fog maradni, és újra be fogják fektetni, és talán még jobb minőségű, talán nagyobb mennyiségű, és talán olcsóbb terméket tudnak előállítani. De az biztos, hogy magyar családok fognak enni és inni belőle, és nem általunk idegennek gondoltak. A másik nagyon fontos dolog a mozgás mellett, a hagyma, a fokhagyma, a gyömbér, a fahé, egyébként a méznek a fogyasztása, szintén természetesen magyar termelői mézről beszélünk, és itt van egy ilyen úgymond szuper immunrendszer erősítő, bár ezt én inkább betegségek alkalmánál ajánlom, amikor már érzünk valamit, hogy kicsit le van gyengülve az immunrendszerünk, hogyha van önöknél papírtól, akkor írják föl. 6 evőkanál méz, magyar termelői méz, nagyon fontos. Tehát 6 evőkanál méz, ehhez teszünk 1 evőkanál reszelt gyömbért, 1 teáskanál fahéjat, 1 púpos teáskanál vagy csapott evőkanál reszelt fokhagymát, összekeverjük, és ehhez teszünk még 1 teáskanál aszkorbinsavat. Ezt összekeverjük, és óránként fogyasztunk belőle 1 teáskanálnyit. Amíg el nem fogy, elkezdjük reggel, és egész nap. Nem feltétlenül mondanám, hogy az íze az egy gasztronómiai élmény, de nem is azért fogyasztjuk, hanem azért, hogy az immunrendszerünk jobb legyen, de én kipróbáltam, és nagyon jól működött. Minden nap valószínű nem fogják fogyasztani, de amikor a szervezet jelez az immunrendszerünk, kezdünk megnáthásodni, kezdjük egy kicsit gyengébbnek érezni magunkat, érezzük, hogy valami történik a szervezetünkben, ami nekünk nem annyira jó, akkor érdemes ezt megcsinálni, és roppant rövid idő alatt helyre tudja hozni az immunrendszerünket. És említettem az aszkorbinsavat. Ma már olyan szerencsénk van, hogy ugyan amellett, hogy a patikákban megtiltották a tiszta aszkorbinsavnak a forgalmazását, azaz a tiszta C-vitaminnak a forgalmazását, illetve lecsökkentették ilyen nagyon nevetséges mértékűre állampolgárok számára, szerencsére még interneten nagyon sok oldalról lehet rendelni. Én, aki csak teheti, ha nincs természetes C-vitamin forrása, például magyar termelői
hagyományosan savanyított savanyú káposzta, illetve alma, vagy csipkebogyó, esetleg csipkebogyó tea, vagy csipkebogyó lekvár, vagy olyan magas C-vitamin tartalmú növény otthon, ami segíti az immunrendszerét, de egyébként érdemes tartani otthon mindenképpen tiszta aszkorbinsavat. Egyrészt ugye egy csodálatos magyar ember jött rá ennek a használatára. Másrészt nagyon-nagyon sokan forgalmaznak különböző C-vitaminokat, de nagyon sokszor olyan vívőanyagok vannak, akár a kapszulákban, akár magában a tablettában, vagy drazséban, ami gyakorlatilag a valós C-vitamin tartalmának a hatékonyságát nagyon sok esetben a tizedére, vagy még kisebb fokra lecsökkenti. Viszont a tiszta aszkorbinsavnak a megfelelő mennyiségű fogyasztása, az tudja az immunrendszerünket erősíteni, és ez nagyon-nagyon fontos ebben az időszakban. Ugyanolyan fontos, hogy D-vitamint fogyasszunk, vagy most már egyre több időt tudunk tölteni a napon. Attól jobb D-vitamin pótlás nincs a szervezetünkben, és azt nem tudjuk túladagolni. De nagyon fontos, hogy tudjunk aszkorbinsavat, azaz tiszta C-vitamint fogyasztani, hogy minél ellenállóbb legyen az immunrendszerünk, és akkor könnyedén sok-sok betegséget el tudunk kerülni, vagy ha netán mégis elkapunk egy betegséget, akkor sokkal, de sokkal könnyebben tud kilábalni belőle a szervezetünk. Ha már meglévő betegség van, akkor az ajánlott a napi 2000 mg-ról akár 4-5000 mg-ra fölvinni a C-vitamin mennyiséget, egy hét, 10 napon keresztül, és utána visszacsökkenteni a normál mennyiségre. Tehát az egyik legjobb immunerősítő a fokhagyma, az orosz penicillin, el ne felejtsék. Akkor a hagymának a fogyasztása nagyon jól tisztítja a nyálkahártyákat is, megerősíti azokat, ellenállóvá teszi. Nagyon fontos, főleg ilyenkor, mert egy kicsit kisüt a nap, akkor hajlamosak vagyunk, hogy nekivetkőzzünk, mert nagyon jó meleg van most már a napon, most már nem csak világít, hanem melegít is a nap. Ez a dolga, ennek van az időszaka, viszont ahogy árnyék van, vagy elbújik a nap, vagy abba hagytuk a mozgást, akkor rögtön hűvös van, és ilyenkor sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy megfázzunk, mert a vitaminok, nyomelemek, ásványanyagok is lecsökkentek a szervezetünkbe. Meg hát ennek van az időszaka, tudják, a tavasz, az ravasz, egész gyerekkorunkban ezt hallgattuk, nem véletlenül. A nagyanyáink, a dédanyáink már pontosan tudták, ők ezt tapasztalat alapján mondták, és nem felesleges bölcselkedésként, én sem azért mondom. Tehát az immunrendszerünk erősítéséhez fontosak ezek a tápanyagok, és van egy nagyon-nagyon fontos dolog még a bátorságon kívül, ami a legjobb immunrendszer erősítés, mégpedig a nevetés. Hogy minél többet nevessünk, ha más nem, akkor fogjunk a kezünkbe egy újságot, egy könyvet, vagy nyissunk meg egy olyan honlapot, ahol viccek szerepelnek, és nagyon fontos, hogy egyre több a napfény. Ideje, hogy mi is így nézzük a világot, hogy egyre több fényt lássunk meg benne. Ne a negatív híreket tartsuk fontosnak, hanem a pozitív dolgokat. Akár nézzük vissza a saját életünket, mennyi mindenen mentünk keresztül, és nehogy elkezdjük megsajnálni magunkat, hanem boldogok legyünk miatta, hogy milyen erősek vagyunk, mennyi mindent tudtunk megoldani, mennyi mindent éltünk túl, akár egyéni szinten is, akár család szinten, akár nemzetség szinten, vagy akár nézzük meg a népünket, hogy micsoda csodálatos őseink és hőseink vannak, akiknek annyi mindent köszönhetünk, és annyi mindent köszönhet a világ is. Van miért kihúzni magunkat, van miért emelt fővel járnunk az utcán és a világban, mert nélkülünk, magyarok nélkül, nagyon-nagyon szegény lenne a világ, és nagyon sok minden hiányozna a világból, ami megkönnyíti az embereknek az életét, és segíti azt, hogy életben maradjanak. Köszönöm, hogy megnézték a mai műsort is, ne felejtsék sokat nevetni,
keveset félni, bátornak lenni, és sokat lenni a napon, a friss levegőn, vitaminokat, gyümölcsöket, zöldségeket, fokhagymát, hagymát, fahét, gyömbért, tormát, mézet fogyasztani, és ez, ha egy mód van rá, mind magyar termelőtől származzon. Köszönöm a figyelmüket, dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.